Állományok törlése. Azt szoktam csinálni, különösen amikor az iskolában fotózok például, hogy rengeteg képet készítek, de utána egyrészt kiválogatom őket, másrészt az internetre, például a Facebookra csak azok kerülnek föl, amelyek kifejezetten jobban sikerültek, mint a többiek. Ilyenkor fogom az összes képet, lemásolom egy másik könyvtárba, majdan végignézem őket, és letörlöm azokat, amelyek nem kellenek. Az eredeti mind megmarad, de a másolatok közül csak azok maradnak ebben a könyvtárban, amelyikre szükségük van. Most más szempont szerint, nem a tartalom szerint fogjuk törölni őket, hanem például méret. Ha az a kérdés, hogy a legnagyobb állományt akarom letörölni, mert fölösleges, akkor rendezem méret szerint, és vagy a legelső, vagy a legutolsó lett, attól függ, hogy a rendezési elv szerint hova rendeztem. És fogom, ha megvan a legnagyobb állományom, rákattintok, és nyomok egy delete gombot, ekkor a delete gomb megnyomásával keressétek meg a kurzormozgató billentyűk fölött találod del vagy delete felirattal, német billentyűzeten ENTF van ráírva, és fönt található általában a jobb felső sarok környékén, különösen notebookokon, de notebookokon egyébként szintén valahol a jobb felső sarokban találjátok a delete gombot. Ha az igen gombra kattintasz, vagy pedig ütsz egy entert, akkor az állomány innen ebből a mappából letörlődik, és a lomtárba kerül. Ha idehozod a kurzort a jobb alsó sarokba, erre a fehér sáv mellé, akkor itt van tulajdonképpen egy nyomógomb, egy titkos nyomógomb, ha erre rákattintasz, akkor visszakapod az asztalt, minden a tálcára helyeződött az összes használt programunk. És van itt egy lomtár valahol, itt van a lomtár, hogyha ezt most dupla kattintással megnyitom, akkor ott van, hogy a lomtárba helyeztem a Reader PNG-t. Itt megvan. A lomtárból vissza tudod állítani egyébként az eredeti helyére a dolgokat. Na most, a PNG könyvtárból most töröljük le a D betűvel kezdődőeket. Kijelölöm mind a két állományt, de most nem a delete gombot fogom megnyomni, hanem a shift nyomvatartása mellett fogok delete-et nyomni, és igen, ekkor, ha megnézem a lomtárat, nincs ott a két letörölt állomány, mert a delete gomb, ahogy a felirat is mutatta az előbb, biztos benne, hogy végleg törli ezt a fájlt. A shift-tel együtt véglegesen törlődik az állomány. Idézőjelben véglegesen egy egyszeri program vissza tudja állítani egyébként még ezeket az állományokat is, hogyha nem lettek felülírva mással a háttértároló. A menüből törlés az jobb egérgomb törlés. Egyébként itt van a másolás és a kivágás. A kivágás az áthelyezés, a másolás pedig a másolás parancs a menüből. Jó, tehát ez a törlés lehetőséged a különböző állományokat.